Köszöntöm a kedves nézőket, Horváth Kármen vagyok. Mai műsorunkban szó lesz a Lelkünk Melege adventi programokról, a Városi Gyásznapról, a Szépkorúak Karácsonyáról, valamint a kedvenc színészeink következő előadásáról. December 6-án pénteken folytatódik a Lelkünk Melege programsorozat Salgó Tarján főterén. Ezen a napon óvónénik kórusa, zenés-táncos műsorok, a Mikulás látogatása, valamint interaktív tűzsonglőr produkció teszi még színesebbé az ünnepi készülődést. A karácsonyváró programon kreatív foglalkozások, játékpark és óriás palacsinta készítés is várja a családokat. Az 1956. december 8-ai salgótarjáni sortűz áldozataira emlékezik a város december 8-án. A gyásznapon 15 órakor ökumenikus istentiszteletet tartanak a Szent József plébánia templomban, majd a református egyházközség vezetésével 4:45-kor meggyújtják a második gyertyát is a főtéren található adventi koszorún. A gyertyagyújtás után emléksétá indul a december 8-a térre, ahol a gyásznap 17 órától koszorúzási megemlékezéssel folytatódik. Idén is az idősügyi tanács, valamint Salgótarján megyei jogú város önkormányzatának szervezésében tartják a Szépkorúak Karácsonya ünnepséget a József Attila Művelődési Központban. A meghívott vendégek december 11-én 17 órakor a polgármesteri köszöntő után Tabáni István, Szabó Ádám, valamint a Havanna Tánc Stúdió Sport Egyesület műsorát láthatják. Ismerje meg közelebbről a Zente Ferenc Színház kedvenc színészeit. December 10-én 17 órától Rácz János, Sós Imre és Vastags díjas színész kerül reflektorfénybe. A sokoldalú művész már többször megmutatta tehetségét, kacagtató és bolondos oldalát az Erdő és az Amit akartok Vízkereszt című vígjátékban, valamint szürke eminenciásként Tarnóczy Jakab az Eltört korsó című társadalomkritikus színdarabjában. A Nem élhetek muzsika szó nélkül című előadásban egy Vig Gentryt formál meg, majd a januári premier főszerepében kiemelkedő ének és tánc tudását is megvillantja. Töltsön el egy estét Rácz Jánossal a Zente Szalomban. A rendezvény látogatása ingyenes. A Kultik Salgótarján moziban a Dino király Út a Tűzhegyre című akciódús családi animációs kalandfilmet láthatják. Foltos, a harcias Tarbosaurus és fia Junior egy hatalmas csatában veszítették el családjukat. Most járják a vidéket élelmet, kalandot és megnyugvást keresve. Apja óvó felügyelete mellett a kis Junior egészséges, erős dinoszaurusszá serdült. Miután az ifjú Dinót elrabolják, Foltos a keresésére indul. Az útját barátok, ellenségek és szövetségesek szegélyezik, de semmi nem állíthatja meg, hogy megtalálja gyermekét. A programokról bővebben tájékozódhatnak a www.salgoremek.hu weboldalon és a Tarjáni műsorfüzetben. Kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánok!